Sziasztok, köszöntelek benneteket! Ismét egyre jobban háborogni fog felettünk a légkör, ami annyit jelent, hogy ismét egyre több zivatar képződik majd a gomoly felhőkből, de marad a kánikula és a füllettség. Némileg a hétvégén frissülhet föl az időjárás, de nagy lehűlésre akkor sem kell számítanunk. Nézzünk meg most egy infravörös műholdképet, hogy ezen láthatjuk-e azt, hogy mitől kapunk több zivatart. Nos, a nagytérségű időjárási helyzet nem nagyon változik Európában, tehát északra vonulnak tőlünk a frontok, délen a Mediterráneumban pedig egy nagy kiterjedésű anticiklon okoz eseménytelen és meleg időjárást. A két képződmény határán nyugati-délnyugati irányból kisebb-nagyobb háborgások indultak el Közép-Európa térségébe, és ahogy a műholdképen is látható, zivatarfelhők képződnek ezen háborgások mentén. Nos, ezekből a zivatarfelhőkből jut el hozzánk jó néhány, illetve képződik majd felettünk is. Ahogy említettem, tulajdonképpen teljesen normális az időjárási helyzet most Európában, tehát nyugaton és északon frontok teszik változékonnyá azt, és meglehetősen hűvössé, az évszaknak megfelelően hűvössé. Viszont Dél-Európában tombol a nyár, azt azonban megjegyzem, hogy még a legdélebbi részeken sincsen rekkenő hőség, tehát 30-35 foknál most nem nagyon van melegebb a kontinensen. És akkor térjünk át a hazai időjárásra. Éjszaka megérkezik a labilisabb légtömeg első hulláma nyugati irányból, így ma a nap hátralévő részében, késő délután este az Alpok alján, aztán éjszaka már a Dunántúl többi részén, sőt hajnalban a középső megyékben is kialakulhatnak helyi zivatarok, tehát nem mindenütt lesz zápor vagy zivatar az országban, az ország ezen területén az éjszaka folyamán. A keleti megyékben folytatódik a zömmel derült időjárás. A hőmérséklet hajnalra mindössze 15 és 20 fok közé csökkent, tehát enyhe marad az idő. Holnap délelőtt talán lesz egy átmeneti szünet, amikor kevés helyen alakul majd ki zivatar az országban, aztán a napsütés hatására gyorsan megindul a gomolyok képződésre, és a magasra törő gomoly felhőkből gyakorlatilag bárhol kialakulhat, akár többször is egy-egy adott pontban, záporeső, de inkább a zivatar lesz a jellemző. Nagyon nem lehet különbséget tenni az országban, hogy hol várható nagyobb vagy kisebb esélye a zivatar, talán északnyugaton kevésbé lesznek hevesek ezek a zivatarok, és ott a záporeső is jellemző marad, tehát a záporesőt nem kíséri majd dörgés és villámlás. Másút főként az Alföldön, egy-egy intenzívebb zivatargóc is képződhet felhőszakadás méretű csapadékot adva, illetve jégesőt okozva. A szél általában mérsékelt marad, de természetesen a zivatarfelhők környezetében átmenetileg megerősödhet vagy viharossá fokozódhat. A hőmérséklet ennek ellenére nagyon magasra emelkedik, az ország nagy részén még mindig 30 fok fölé, sőt a Dél-Alföldön akár a 35 fokot is elérhetik majd az értékek. Kicsit térjünk ki a Balatonra. Hát a hőmérsékletet látván azt jutna eszünkbe, hogy strandidő várható holnap is, ugyanakkor a napsütés gyakran zavarja majd erőteljes gomoly felhőképződés, és délelőtt kisebb, délután pedig nagyobb eséllyel várhatók zivatarok a tó térségében, és teljesen hasonló idő várható a többi nagyobb tavunknál is, talán a Fertő környékén lehet kisebb eséllyel zivatarra számítani a záporesők mellett. És akkor nézzük a folytatást most két fáklya diagram formájában. Az első fáklya Soproné, itt a következő 10 napban már nem nagyon valószínű kánikula, hiszen ott a holnapi napon is már egy picit 30 fok alatt alakul a hőmérséklet, aztán péntekre egy gyenge hidegfront hatására még tovább csökkennek az értékek. Igaz, ebben a térségben, tehát északnyugaton, mind csütörtökön, mind pénteken az zivatarokból már területi átlagban kisebb mennyiségű eső hullhat az ország többi részéhez képest. Aztán a hét legvégére egy picit visszamelegedhet az idő, de kellemesnek mondható majd a csúcsértékek a hétvégén, és kedre virradó éjszaka érkezik egy következő hidegfront, amely még tovább mérsékli a meleget, de igazából hűvös idő még a jövő héten sem valószínű. Szegedre áttérve azt láthatjuk, hogy a holnapi és még talán a pénteki nap egy nagy részében is kánikulai melegre számíthatunk, 30 fok körüli csúcsértékekkel, aztán itt is megfigyelhető egy kis felfrissülés, hogy aztán majd kedden az újabb érkező hidegfront egy nagyobb mértékű lehűlést okozzon, de a hőmérséklet még akkor is a kellemes 25-26 fok körüli tartományban alakul. Viszont ebben a térségben, tehát az Alföldön, a csütörtöki pénteki zivatarokból területi
átlagban is számottevőbb mennyiségű csapadék hullhat. Keressetek minket továbbra is elérhetőségeinken, én további szép napot kívánok nektek, sziasztok!